Maga a természet szunnyadó őserőjét ébresztette fel, Mr. Bill! S én ezt nem tűröm! Világos? Maga nem egy üzleti megállapodást torpedózott meg, itt nem erről van szó! Az arabok dollármilliárdokat vittek ki az országból, hozzák most vissza! Ez apály és dagály, taszítás és vonzás, ökológiai egyensúly. Maga öreg ember, aki olyan fogalmakban gondolkodik, mint nemzet és nép. De nincsenek népek, nincsenek nemzetek, nincsenek oroszok, nincsenek arabok, nincs harmadik világ, nincs nyugat! Egy valami létezik, a rendszerek, egyetlen egységes rendszere. Egyetlen óriási, kegyetlen, egymásba érő és fonódott multivariációs és nacionális uralma dollárnak. Az olajdollárnak, elektrodollárnak, multidollárnak, rejkvár, frank, rubel, font és séker. A pénznek nemzetközi rendszere. Ez határozza meg az élet teljes egészét ezen a bolygón. Ez ma a dolgok természetes rendje. A pénz a tiszta levegője, a szeme és az ivóvize, és a galaktikus struktúrája az életnek a mikorunkban. De maga belemerészel zavatkozni a természet szilárd rendjébe! És ezért keservesen lakolni fog! Kapiskálja, amit mondtak? Maga beállt egy átlag méretű képernyőbe, és üvöltözni kezdett Amerikáról, meg demokráciáról. Pedig nincs Amerika, és nincsen demokrácia. Nincs egyéb, mint IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow, Union Carbide és Exxon. Ezek a mai világ államai. Mit gondol, miről beszélnek az oroszok az államtanácsban? Csak Marxról. Fogják a lineáris programtáblázatokat, a statisztikákat, az optimális lehetőségeket, és kiszámítják a tranzakciók és a beruházások várható hasznát akárcsak mi. Nem ideológiák és nemzetek világában élünk már, Mr. Bill. A világ nem egyéb, mint vállalkozások testülete, melynek állandó meghatározói a könyörtelen igazgatósági rendeletek. A világ egy vállalkozás, Mr. Bill, amióta csak az ember lejött a fáról. Majd a gyerekeink meg fogják élni, Mr. Bill. Ők már látni fogják azt a tökéletes világot, amelyben nincs háború, sem éhénység, elnyomás vagy erőszak. A világ egy hatalmas és egyetemes koncern lesz, ahol mindenki dolgozni fog a közös profit szolgálatában, ahol mindenki egy személyben részvénytulajdonos is, ahol minden szükséglet fedezve van, minden félelem megszüntetve és előzve minden unalom. Én, Mr. Bill, magát választottam ki, hogy ezt az evangéliumot prédikálja. Miért én? Mert a tévénél van ostoba. Mert 60 millió ember hallgatja, amit mond heti 5 estén át, hétfőtől péntekig. Én láttam Isten orcáját. Bizonyára, Mr. Bill.